Europa, süße Heimat, unser teures Vaterland. Sei gegrüßt. Grüß auch deine Schöne, Schuld und Haar und deine Söhne. Schlinge sich der Eintracht-Band. Schlinge sich der Eintracht-Band. Az Európa édes hazám menedéket keresőkről szól. Három, de ha pontosítanék, akkor négy olyan emberről szól, akik új életet szeretnének kezdeni. Valami elől menekülnek, legyen az egyes esetekben politika, vagy saját kudarcos életük, vagy éppensége saját maguk elől, félelmeik elől, törékenységük elől, annak reményében, hogy másutt, új helyen, talán új emberként tudnak valamit kezdeni hátra maradt életükkel. Ez a röpke 1 óra 10 perc egyfajta tükörként működik, szembeállítja őket egymással, és óhatatlanul szembe kerülnek saját magukkal, és így gyakorlatilag kikristályosodik ez a kép, és nem tudom, hogy nem szeretném elárulni a finálét, de az fontos, hogy ha magunkban nincs rend, ha mi magunkban nem tudunk megújulni, akkor a külső tényezők, a környezetünk még nem fog velünk csodákat művelni. Egészségem, ezt az acskó nyíföldet, a nagyatám ágyásából csempészen át. A szögés közben elődnének, ez legyen a szívem mellett. Te megúsztam! És ha végre rendes lények leszek, és lesz házam, és lesz kertem, akkor én ezt a földet szétszórom a kertembe! És itthon leszek! Kicsit előszakos, piti, kispályás, egy kispályás helyzetben, egy kispályás életbe próbál nagymenő lenni, de nincs meg hozzá az eszköztára, hogy nagymenő lehessen. Ez nem Joe Pesci. Kicsit kevesebb nála. Úgy gondolja, hogy az életét az agresszivitással, vagy saját akaratával meg tudja oldani. Hát a szomorú az, hogy meg is oldja. Miriam egy kurd lány, aki ebben a menekült táborban takarító nőként dolgozik, és megpróbál felzárkózni ahhoz a társadalomhoz, amiben ő bekerült, és ezt a kulturális különbséget átugrani. És szerintem egyébként az összes táborlakó közül szerintem ő az, aki a leginkább megpróbálja saját magát, és az életét és a gondolkodását ehhez igazítani. És szerintem egy emancipált nő, aki megpróbálja a saját gondolatait, akaratát érvényesíteni a férfiak között. Csak hát ebbe a kulturális különbségbe roppan össze. Illetve az elutasításba. Hó a völgybe, befed a hó hideg, egy pillaga, s felülhetsz. Akarsz engem feleség, Johnny? Igen. Az nem lehet. Alapvetően ez egy nagyon jó ember. Intézetben nőtt föl, és nagyon hálás a sorsnak, hogy ilyen jó helyre került. Felnőtt kora is jó. Jól is élt, csak egyszerűen bekattant egyszer, és onnantól kezdve már a kényszerpályára került. És akkor ott megváltozik az élete, kiborult az élete, felborul az élete.
A sors meggyötörte. A lengyel német területről származik, Poznánból, bekerült második világháborúba, mikor jöttek a németek. A németek közé örültek, háború, azt szétverte a családot, apja az orosz fronton hal meg, aztán anya a gyerekekkel menekül Németországba. Tehát gyakorlatilag Németországból Németországba menekül. Végig szenvedik a háborút, és itt vannak most egy túlélte, és egy menekült tábornak a gondnoka lett. Aki ilyet szeret, sőnek utána morgen, vagy ahogy maguk mondják, szervusz, kamerád, szervusz. Jót aludtál? Jót álmodtál? Szép napunk van! Hó, fagy, napfény, pazar karácsonyi idő! Hallod? Hallod a harangok? Hallom, hallom, Kovászki úr. De azt hiszem, hogyha egyszer az ember egy útnak indul, és feladja korábbi életét, abban már eleve benne van ez a fajta elszántság, benne van ez a fajta elhatározás, hogy újra kezdi, és itt már összeér akkor a szándék a mi történetünkkel, és lehet, hogy most ismétlem magam, de óhatatlanul ez az út, amit majd bejár, ez a magával való szembesüléssel is, ez a magával való szembesülést is magába foglalja. Grüß deine Schöne, Schuld und Haar, und deine Söhne, schlinge sich der Eintrachtband. Schlinge sich der Eintrachtband. Ha, 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 ha.